sok kisgyerek, hogyha nem nyer valamilyen közös játékba, akkor nagyon elkedvetlenedik, sőt az is előfordul, hogy hisztérikus sírásra fakad. Ez arra inspirálja a szülőket, hogy valamilyen módon tanítsák meg részt venni ezekben a játékokban, hogy sikeres legyen bennük. Ilyen játék például a kártyajáték, ahol a véletlen és a figyelem együtt hozza létre az eredményt. A kicsinek meg kell tanulnia, hogyha azért sikertelen, mert a véletlen úgy hozta a kártyalapok sorát, akkor egy újabb leosztással ezt a sikertelenséget fel lehet oldani. Ha viszont azért nem sikerült eredményt elérnie, mert figyelmetlen volt, akkor újra tudja felvenni a figyelem fonalát, és újra tudja kezdeni a játékot. A kártyajátéknak az egyik lényeges tulajdonsága, hogy rövidek. És ezeket a rövid játékokat mindig újra meg újra lehet kezdeni, és mindig újra meg újra lehet megélni a nyerésnek vagy a vesztésnek a szituációját. Egy dolog nagyon fontos. Szándékosan ne hagyjuk a gyereket nyerni. Éreznie kell, hogy a játék az játék. Komoly és fontos dolog.